Köszöntöm a Gyöngyösi TV kézilabda magazinjának nézőit, ez a Farkasok, ahol a Gyöngyösi Kézilabda Klub és a Hedo Bébreun Gyöngyös aktuális dolgairól beszélgetünk nagyjából fél órán át. A felkészülés utolsó fázisa kezdődik a Hedo Bébreun Gyöngyös NB1-es csapata számára, amely felkészülési mérkőzést játszott ezen a héten, méghozzá egy erős ellenfél a Tatabánya ellen, és ahogy azt szokták mondani, közhelyesen, de mégis igaz módon, két ellentétes félidőt produkál a gyöngyösi csapat. Az elsőt 4-en megnyerte, de aztán végül 4 gólos tatabányai győzelem született. Azonban, hogy ez szakmailag mennyire volt hasznos a felkészülés szempontjából, az már egy egészen más kérdés. Erről fogunk beszélgetni Bíró Balázs vezetőedzővel. Szervusz! Szervusz Tamás, köszöntöm a nézőket is! Mert hogy mi azt látjuk a nézőtérről, hogy az első fél időben jól ment a játék, a másodikban kevésbé, de nyilván vannak olyan szakmai szempontok, amelyek nekünk nem tűnnek fel, számodra azonban fontos. Összességében a mérkőzést a felkészülés szempontjából hasznosság tekintetében hogyan értékeled? Menjünk vissza egy pár napot, vagy egy hetet. Amikor lejátszottuk a 3 Liga Kupa mérkőzésünket, és a múlt héten is arról beszélgettünk, hogy hiányérzetem van, akkor azt is mondtam, hogy egy komolyabb ellenfél vár ránk ezen a héten, nem is egy, hanem kettő. És ugye ellenük egyrészt egy komolyabb teljesítményt várok, hisz azt fogja kihozni a játékosokból is, illetve nyilvánvalóan a két Liga Kupa mérkőzés, a Kecskemét elleni két mérkőzés óta, amíg ugye nyilván edzettünk is, szóval minden elvárásom az volt, hogy jobb teljesítményt tegyünk le az asztalra. Az a produktum, amit az első fél időben műveltünk, az bőven a várakozásaimon felül volt. És ez nem csak az eredményben mutatkozik meg, hogy vezettünk 4 góllal és lőttünk 19 gólt egy Tatabányának, hanem a pályán mutatott teljesítményben, abban a védekezési rendszerben, amit egy kicsit módosítottunk, és amit visszakaptam a srácoktól. És nagyon sokszor mondtam már, hogy nem véletlenül nem vagyok annak a pártján, hogy mondjuk egy gyengébb ellenfél ellen azt mondjam, hogy hány gólt lehet kapni és hány gólt kell lőni, mert most jelenleg ugyanúgy 15 gólt kaptunk ettől a Tatabányától, mint a Kecskeméttől mindkét fél időben, csak borzasztó nagy különbség volt a két védekezés között. A védés számban, az ütközés számban, a mindenben, támadásban összesen volt az első fél időben 2 technikai hibánk, az ellenfél kapusának 2 védése, szóval egy olyan koncentrált teljesítményt tettek le a srácok az asztalra, amivel borzasztó elégedett voltam. Szóval ez egy 180 fokos fordulat volt most a Kecskemét meccshez képest. Ilyenkor azt mondom, hogy visszaigazolása van annak, amit csinálunk, és ilyenkor megint az ember feltöltődik, hogy látom azt, hogy mit csinálunk. Nyilván tudom, hogy mit csinálunk, de hogy mit tudok ebből visszakapni. És ez ennél még elvileg csak jobb és jobb lesz. Ami a második fél időt illeti, nyilván cserélgettünk. Ugye azt most jelenleg múlt héten is beszéltük, és mindenki tudja, hogy jelenleg ugye mindhárom belső pozícióban sérültünk van. Ugye múlt héthez képest a Martin Potocki is úgy érkezett vissza a válogatottól, hogy bokájával probléma van, így mind a három poszton hiányzik egy játékosunk, ugye a Dino Amidovic, a Martin Potocki és a Schäfer Zsolti. Szóval erre megoldásokat kell találnunk, és ráadásul nem egy hétre, hanem hosszabb időre. Szóval nyilván látni akartam mindenkit. Húzamosabb ideig ilyen ellenfél ellen is, ez a másik fél időben egyrészt fáradtsághoz vezetett. Az első fél ideig 2 technikai hibához képest a másikban elkövettünk 8-at, 7-est és zicsereket hagytunk ki. Nyilván a Tatabánya is a támadójáték a feljövőd, ez a kettő valahol összefügg, a mi védekezésünkben több egy-egyet buktunk. Szépen kijöttek a hibák, de mondom még egyszer, 40 percig ez egy olyan teljesítmény volt, amire tényleg lehet építeni. Ha ott még az icereket bedobáljuk, akkor ezt még el tudtuk volna húzni 5-6-8 percig, akkor talán kevesebb a különbség a végén, de edzőmérkőzésre lévén szó továbbra sem az eredmény volt az elsődleges, de sokkal-sokkal pozitívabb a kép, amit visszakaptam, mint a 3 Liga Kupa mérkőzés. Csak a rendkedvéért rögzítsük, az eredmény 19-15 volt ide a fél időben, aztán 28-32 lett a vége, és hát volt egy nagyon kellemes aspektus ennek a mérkőzésnek. Újra láthattuk a pályán védeni Alexander Tomicsot, ráadásul úgy sok védése is volt. Az, hogy milyen formában van, azt talán te tudod jobban, de minden esetre jó volt újra pályán. Igen, teljesen egyetértek, és örülünk, hogy játszik. Továbbra sem 100%-os a lába, de neki ez egy hosszabb pihenő lenne, úgyhogy nagyon kérdéses, hogy mikor lesz erre orvosi megoldást találva, tehát lehet, hogy ezt a fél szezon megoldjuk így. Játékra alkalmas, edzésre alkalmas, szóval, mint mondtam, nem lesz erre hivatkozás. Azt viszont nála is, és a Lucian Buránál is tudni kell,
hogy, vagy annyit be kell kalkulálni mindig egy ilyenbe, hogy ők most a Tatabánya ellen játszották ugye december 17-e óta az első meccset, hiszen Liga Kupán nem játszottak, szóval azért nekik ez egy élesebb bevetés volt, mint az edzések. A srácokban azért már nyilván van három mérkőzés, meg mérkőzés körülmények között töltött játékperc. Ezeket azért be kell kalkulálni, ennek ellenére mind a Luciánnak, mind a Tomisnak a teljesítményével nem voltam elégedetlen. A többiekről mi az, amit most lehet tudni az állapotukról, a várható felépülésükről? Mennyire lesz ez hosszú folyamat, vagy esetleg benne van, hogy a bajnoki rajtra mindenki rendbe jön? Össze beszélgettünk ugye, hogy milyen a sorsolásunk, és azt ott átbeszéltük több alkalommal. Ugye van egy három forduló az elején, amikor reális pontszerzési esélyeink vannak, utána következnek a nagyok, úgymond a nagyok, illetve Tatabányára megyünk idegenbe, amikor talán, nem is talán, nem mi vagyunk az esélyesek, és akkor a második fele az a 6-7 mérkőzés, amikor pedig sanszunk van újfent pontszerzésre a 13 mérkőzésből. Na már most az első három mérkőzés, ami nekünk ugye itt a tavasz indítása kapcsán is lényegesen fontos. Most Éfel Zsolti szinte biztos, hogy nem tud részt venni egyiken sem. A Martin Potiskot remélem, hogy az elsőn, de ha nem, akkor már a másik fordulóban tud játszani. És a Dino Hamidovic is szinte biztos, hogy az első három fordulóban nincs. Én most idáig tekintek, és remélem, hogy mindannyian bevethetőek lesznek, és addig nem lesz új sérültünk, és akkor a tavasz második felében pedig azok, amikor pontszerzés rá és pontszerzési esélyekkel lépünk majd pályára, akkor azokon a mérkőzéseken újfent teljes kerettel lehet. Ami pedig a folytatást illeti, nyilván az edzésmunka folyik, pénteken újabb edzőmérkőzés vár a fiúkra Budakanászon, aztán nem tudom, mennyire tekinthetjük a felkészülés utolsó fázisának, vagy már az éles bevetés első mérkőzésének, a Magyar Kupa elleni balatonfüredi találkozót, ami február 3-án lesz. Hát addig már elég kevés idő van hátra, hogyan telik ez a néhány nap? Ugye a keddi Tatabánya elleni mérkőzés másnapja a Skondi edzéset telik reggel és délután gyuratás és regenerációval. Csütörtökön két edzésünk van, pénteken pedig a mérkőzés Budakalászon. Az még teljes mértékben ugye a felkészülés részét képezi és gyakorlásra ad lehetőséget. A következő héten, amikor elmegyünk pénteken Balatonfüredre, a Magyar Kupa mérkőzésen továbbra is mondom, hogy azt 100%-osan komolyan vesszük. Továbbra sem hivatkozok sérülésekre, hanem abba úgy beleállunk abban a mérkőzésben, hogy megpróbálunk tovább jutni. Egyrészt természetesen egy nagyon jó felkészülés, hiszen nagyon jó ellenféle játszunk, másrészt pedig én továbbra is mondom azt, hogy ezekben a srácokban van potenciál a továbbjutást illetően. Meglátjuk, hogy hogy alakul az a mérkőzés, illetve nyilván az ellenfelünk milyen teljesítményt tesz le az asztalra. És akkor utána gyakorlatilag rá egy hétre pedig pont péntektől péntekig egy hetünk van arra, hogy felkészüljünk a Cegléd elleni bajnoki rajtra. Nyilván sűrű a menetrend, jó oldala és rossz oldala is van ennek a Magyar Kupa mérkőzésnek, mert komoly ellenfél, mert tért mérkőzés. Másrészt pedig nyilván mondhatnám, hogy egy edzőmérkőzésen lehetne jobban forgatni a játékosokat. Én azt mondom, hogy számunkra ez így jó lesz, rendben lesz. Továbbra is mondom, hogy a bajnokság a fő cél, de ha meg tudjuk oldani, már pedig bele fogunk állni a mérkőzésbe, akkor megpróbálunk tovább jutni. Mi pedig nagyon fogunk majd szorítani, tehát február 3-án, addig pedig jön még egy gyakorló mérkőzés Budakalászon, és hát az edzés, edzés és edzés. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon jó munkát kívánok a folytatásra. Önök pedig maradjanak velünk, hiszen nem sokára itt lesz velünk Rosta István, a klub utánpótlás igazgatója, akivel nem csak a közelgő diákolimpiai döntőkről beszélgetünk, majd egy kicsit a világbajnokságra is kitekintünk. Addig pedig portré rovatunkkal jelentkezünk, ezen a héten Lakosi Mátét mutatjuk be önöknek. Egy újabb kellemes helyszín, egy újabb kellemes ital és egy újabb vendég. Üdvözlöm Lakosi Mátét, szevasz Máté. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. És a kezdeti lámpalázatot azért küzdjük le, mert mondtad, hogy nem vagy hozzászokva a nyilatkozatokhoz. Nem. Én is üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Kávéra mindig jó vagyok, ahogy szokták mondani. Szóval szívesen jöttem. Hát most csak elég kávézunk, igen, jót meg közben beszélgetünk egy kicsit. Érdekes volt számomra, hogy ezt mondtad, hogy nem vagy hozzászokva a nyilatkozatokhoz, és ezt én azért láttam is rajtad az elmúlt időszakban, amióta ide kerültél Gyöngyösre, mert hogy azért nem kevés helyen fordultál meg eddig. Ez eddig nem volt része a kézilabdás pályafutásodnak, hogy esetleg egy-két témával kapcsolatban nyilatkoznod kell? Nem, őszintén megmondom, nem. Ugye az első helyen, ahol voltam, az egy akadémiai rendszer volt, ott még azért fiatalabbak voltunk, ott nem volt olyan nagy szerep ennek a médiának. Szóval, hogy egyre nőttünk fel, ugye a média is
felnőtt úgymond a kézilabdához, meg az egész világhoz. És így azt mondom, hogy egy hónapban egyszer egy ilyen mérkőzés beharangozott, hogyha mondtam, akkor úgy találkoztam a médiával, de azon kívül nem. Mondok egy furcsa dolgot neked, hogy miért nem kell izgulni az ilyen. Itt egymással beszélgetünk. Amikor meg kimész a meccsre, és felmész a pályára, ott 1200-1500 egy tévés meccsen több tízezer ember előtt kell szerepelned és megmutatni a tudásodat, tehát igazán olyan nagyon nagy különbség nincsen. Hát azért mondhatni van, de ott a jobbik énemet mutatom meg, itt meg az egy olyat, amit kevesebbet használom, hogy kevesebben látják ezt talán, a tévé előtt. Talán ebből adódik az, hogy aki kívülállóként szemlél téged, és magamat is ebbe a csoportba sorolom, aki nem ismer és nem tudja rólad igazándiból azt, hogy milyen személyiség, vagy egy picit zárkózottnak lát. Legalábbis én így gondolom, és én is ezt éreztem rajtad a kezdetek kezdetén, amikor elkezdtünk beszélgetni és megismerkedtünk. Van benned a gátláson kívül valamiféle zárkózottság, vagy egy pici távolságtartás ez a részedről? Gátlás nem mondanék, mert szerintem gátlástalan vagyok az élet sok területén amúgy. Amúgy van, igen. Szóval elég nehezen nyitok meg, de hogyha megnyitok, akkor teljes mértékben meg tudok nyílni az emberek felé. Tehát, amit mondtam az elején, egy kávéra mindig jó vagyok, szóval igazából ez. Amikor szabad időd van, amikor van időd megnyílni az emberek felé, mert nyilván meccsen, edzésen a csapattársak felé, meccsen a mérkőzésre koncentrálsz, amikor van időd megnyílni a csapattársak felé, akkor milyen irányban teszed ezt? Mit csinálsz szívesen szabad idődben? Mivel foglalkozol? Hú. És ezt megtalálod-e egy Gyöngyösön? Azért most már beszélhetünk egy kis gyöngyösi életről. Igen. És egy kis gyöngyösi múltról is. Hát kirándulás terén azt mindig is szerettem itt családda barátnőmmel, azt így kedveltem mindig is, azt rendszeresen szoktuk így, hogyha van szabad időm. Ugye Balatonról jövök, ott azért elég sok hegység van. Amúgy meg múzeumokat kedvelem, mondjuk ezt gondolom nem sokan gondolnák rólam, de sajnos itt Gyöngyösön nem. Hát, hogy én nem is így fogalmaznék, hogy rólad nem gondolnák sokan, nem egy általános dolog mostanában azért már a te korosztályodban és a veled egykorúak között az, hogy múzeumban szeretnek járni. Hát, érdekes, nem tudom, hogy kapcsolódott hozzám, de hogy így egyre többet kezdtünk el járni, egyre jobban passzolt hozzám, tudtam vele azonosulni. Emellett meg általában barátaimmal szoktam a legtöbb időt tölteni, mert úgy érzem, hogy itt, amit nem tudok velük tölteni, abban a kis időben szeretném összesűríteni, szóval így velük szoktam azt a kis időt tölteni. Van valami olyan kifejezett téma, ami érdekel a múzeumokból? Hát, ez a régi kor, a reneszánsz barokk, ez annyira nem, de hogy a modernkori művészet az inkább a mai művészet, ez a modern, feltörekvő művészeknek a műveit jobban kedvelem. Beszéljünk egy kicsit a barátaidról. Említetted ugye meg, hát tudjuk is rólad, hogy a Balatonról érkeztél, illetve a Balaton mellől érkeztél, azért volt közben egy egri állomás helyed is. Hogy tudod tartani velük a kapcsolatot? Azért ők nem itt vannak helyben, és nem túl sok időd van arra, hogy utazgassatok egymáshoz. Hát szerintem egy olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy akivel általános iskolában elkezdtem a tanulást, azokkal a mai napig jobban vagyok, az a 4-5 sráccal, és a mai napig tudjuk tartani a kapcsolatot, nem heti szinten, nem napi szinten beszélünk, de hogyha az, amelyik ugyanolyan rendszeresség és ugyanolyan intenzíven tudjuk megbeszélni a dolgokat, mint hogyha napi szinten beszélnénk. Szóval erre nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen baráti társaságunk megmaradt. Emellett van Győrbe is egy brigád, mert tesóm ott él, onnan is azok egy brigádot, szóval így nem könnyű, hogy itt velük találkozni, ott velük, és akkor még akik nem otthon laknak, azokkal, hogy de így megoldódik. Így Gyöngyösön csapaton belül alakul már ez a brigád, amiről igen, beszéltél? Igen. Azért az elején furcsa volt, hogy több az idősebb, mint a fiatalabb, de aztán így egy idő után így összefort az egész, és úgy érzem, ezt hogy hallják meg az idősebb játékosok. Hát, előttük is vállalom igazából, de hogy kezd összeforni szerintem az a réteg, meg az egész csapat. Jól érzed magad Gyöngyösön egyébként? Jól. Igen, jól. Ugye az előző állomás helyéhez képest mi a legnagyobb változás? Hát azt mondanám egy az, hogy sikerül tényleg ilyen hangulat előtt győzelmet kivívni, ami szerintem Egerbe kevés volt sajnos visszatekintve.
A csapatban is érzem a lelkesedést, a lendületet, és remélem ezért végig ki fog tartani. Így van. Kézilabdával kapcsolatban olyan nagyon sok mindenről nem szeretnék beszélni, de azért mégis kénytelenek vagyunk beszélni a kézilabdáról. Világéletedben kézilabdázó akartál lenni, vagy amikor elkezdtél a sporttal foglalkozni, akkor kipróbáltál több mindent, és a kézilabda mellett maradtál? Hát, amióta eszemet tudom, amúgy tényleg a labda az így szerepet töltött be az életembe, amúgy ilyen kézilabda volt az, amit mindig is szerettem csinálni, meg akartam is lenni. Talán egy évet vívtam így ötödikbe általános iskolába, de annyi, de igen, mindig is kézilabdázó akartam lenni. Ugye Veszprém megyében elég erős hagyománya van a kézilabdának, azt nem kell bemutatni, szóval adott volt, hogy mi fog hozzám közel állni. Nyilván nálad még korai arról beszélni, hogy mivel fogsz foglalkozni majd, hogyha nem kézilabdával fogsz foglalkozni, mert hogy még egy rendkívül fiatal játékos vagy. Viszont azt azért én azt gondolom, hogy egy picikét előrevetíthetjük, hogy azért van élet a kézilabda után is, és erre is készülni kell. Akkor kezdődik az igazi élet. És erre is készülni kell, erre az életre. Iskola, tanulás, más foglalkozás, ilyenekkel hogy állsz? Mikor Győrbe kerültem, akkor el is kezdtem ott a Széchenyi Egyetemen a tanulmányaimat. Ott 3 év alatt sikerült elvégezni a sport és rekreáció szervezetet, szóval abból van egy alapszakom. Most úgy vagyok, hogy teljes mértékben a kézilabdára szeretnék fókuszálni, de mindenképpen egy mesterrel szeretném még így megkoronázni a tanulmányaimat, mert én is, ahogy mindenki más is szerintem állítja, hogy azért a kézilabda után is van élet, és ahogy én is, hogy akkor kezdődik az igazi élet. Mindenképpen szeretnék valami szakmát kitanulni, vagy sporttal kapcsolatosan, még nem tudom. Mindenképp biztos, hogy a sport szerepet fog tölteni az életemben, mert hát tényleg amióta az eszemet tudom sportolok, de hogy ki tudja, lehet majd jön egy olyan dolog, amivel 180 fokos fordulatot veszek, és akkor teljes mértékben nem a sporttal kapcsolatos. Még azért egyetlen egy gondolat erejéig én visszakapcsolódnék ezekhez a múzeumokhoz. Mennyire szoktál utána menni egy-egy témának, és akkor ezt össze is kapcsolhatjuk a kézilabdával is akár, a múzeumok iránti szeretetedet, hogyha van egy konkrét korszak, van egy konkrét kiállítás, van egy konkrét személy, akiről egy kiállítást megnézel, mennyire nézel utána alaposan? Vagy csak azt nézed, amit a múzeumban találsz, és akkor azt lefordítva a kézilabda nyelvére, hogyha esetleg szakmailag kézilabdában fejlődni szeretnél, akár regenerációban, akár bármi másban, mennyire mész utána ezeknek a dolgoknak, mennyire vagy alapos ember, mennyire tartod magad alapos embernek? Akikkel tudok azonosulni így az élet bármilyen területén, most a művészetet veszük, vagy a való életet, azoknak igen alaposan utána járok, egy kicsit ilyen megszállottja leszek, ha lehet ezt mondani, pozitív irányba, pozitív értelembe, de utánuk szoktam járni. De énekesektől, művészektől, zenészektől elkezdve bárki, azok, akikkel így utána tehát szoktam járni. Bármilyen mélységi képes vagy belásni magad, egy kicsit bármilyen. Ilyen fanatizmus alakul ki, de szeretem. Vagyis, hogy ez engem így motivál, hogy tőlük nyerjek inspirációt. Mm-hmm. Máté, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Remélem finom volt a kávé. Igen. Csak köszönöm már előlik így a végére. Igen. Köszönöm szépen, hogy köszönöm itt voltál. Is. Aztán vannak itt a környéken is szép múzeumok, amiket érdemes majd megnézni. Mindenképpen. Köszönöm szépen. És ahogy ígértük, már is itt vagyunk újra a stúdióban, ahol Rosta Istvánnal, a Gyöngyösi Kézilabda Klub utánpótlás igazgatójával fogunk beszélgetni. Szervusz, jó estét! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Méghozzá egy olyan versenysorozatról, amely nem kapcsolódik szorosan már legalábbis nevében a Gyöngyösi Kézilabda Klubhoz, hiszen a Diákolimpiáról van szó, ahol az iskoláikat képviselik azok a játékosok, gyerekek, akik egyébként mondjuk zömével a Gyöngyösi Kézilabda Klub edzéseit látogatják. Ennek a
sorozatnak érkezünk el a döntőjéhez, de egy kicsit beszéljünk arról, hogy a Berzenagy János Gimnázium csapata, mert hogy erről fogunk beszélgetni, hogyan jutott el a diák olimpiai döntőig, és hogyan szerveződik ez a versenysorozat, hogyan kapcsolódik a klub életéhez. Ugye ezt a Magyar Diáksport Szövetség szervezi, és különböző szintű selejtező csoportok vannak. Van egy városi selejtező csoport, van egy megyei, azt általában Egerbe rendezik, és utána pedig van egy régiós döntő, amit most idén sikerült aztán újra Gyöngyösnek megpályázni, és a Berzenagy János Gimnáziumba rendezték, és ott harcolták ki a csupa-csupa gyöngyösi kézilabdaklub játékosai által alkotott gimnáziumi csapat az országos döntőt. Január 27-28-29-én lesz Tatabányán az országos döntő, ez 8 csapatot tartalmaz, és hát azért látjuk a bejutott csapatok névsorából, hogy ez csupa-csupa szinte akadémiai csapatok, tehát az ország minden részéről összegyűjtött, és már sokszor beszéltünk a témáról, összegyűjtött gyerekek ezekbe az iskolába járnak, vagy ezekbe az iskolába vannak beiratva, inkább így fogalmazok. Uh-huh, értem. Tehát ők lesznek az ellenfek, nagyjából tudjuk azt, hogy mely csapatokban edződnek, pallérozódnak ők egyébként a hétköznapok során. Milyen reményekkel várhatja ezt a 8 csapatos döntőt a Berze csapata? Igen, ugye tavaly nagyon nagy bravúrral bejutottak a legjobb 4 közé a berzés fiúk, idén is ez a céljuk, de hát roppant nehéz dolguk lesz. Ugye itt akkor, hogyha megnevesítjük, akkor a Veszprém Akadémia csapata lesz, a Balaton Moglár, ugye a Nekának a csapata, a Ferencváros, tehát a budapesti sportiskola, a PIK Szeged, szegedi sportiskola, lesz a Békés, akinek hagyományosan erős csapata van, lesz ugye a hazai Tatabánya, a Berzenagy János Gimnázium és a Egri Neumann középiskola csapata lesz. Tehát azt gondolnám, hogy az előzők alapján a mi csapatunk talán nincsen benne a legjobb 4-be, ha a játékosok erejét nézem, de a csapatot nézem, meg a szívet nézem, akkor az a bravúr, amit tavaly is véghez üttek, idén is lehetséges, mert azért tudjuk, hogy a kézilabdában nem mindig a erősebb játékosokból álló csapat győz a pályán. Reméljük, hogy akkor minél jobban sikerült Tatabányán tehát az országos diákolimpiai döntő. Egyébként utánpótlás terén hogy állunk most, akár a felkészüléssel, akár a közelgő bajnoki rajtokkal, hiszen hamarosan ott is beindul majd az élet. Igen, minden csapatunk elkezdte a felkészülést, hál' Istennek a körülmények is adottak, tehát a sportcsarnokok, tornatermek itt vannak, aminek nagyon örülök, hogy a Szivacs korosztály is edz. Az első nagyobb megmérkőzés egyébként a Szivacs kézlabda fesztivál lesz február 4-én a Megyei sportcsarnokba, és február 3-án pedig Idegenbe kezdenek a U16-os, U18-as, U20-as fiúk, és utána 7-től kezdve pedig már a gyermekbajnokságok és a lány csapatok is elkezdik a felkészülést. Azt gondolom, hogy zökkenőmentesen kezdődött az újrakezdés, az egy hosszabb szület volt, ugye 3 hetes téli szület az iskolába is, nálunk a JKK-ba is, de úgy látom, hogy hál' Istennek a gyerekek nagy motivációval kipihent érkeztek vissza. Nyilván ilyenkor van egy-egy sítábor, egy-egy családi kirándulás, hál' Istennek persze nyilván egy kis influenza szezon, de összességében azt gondolom, hogy a JKK elindult 2023-ban is. Várjuk tehát a bajnoki rajtot, és február 4-én a Szivacs Kézi Fesztivált, aminek az első felvonása az előző rendezvénye egészen fantasztikus hangulatóra sikerült, és szerintem ezeken a rendezvényeken nagyon sok fiatal kisgyereket meg lehet, nem jó szó, de talán fertőzni a kézilabda szeretetével. Igen, azt gondolom, hogy ez az elsődleges szempont ebből a korosztályban, hogy megszeressék a sportágat, sőt, megszeressenek sportolni, és nyilván ennek egy ilyen nagyon jó esemény ez a fesztivál, és most úgy néz ki jelen pillanatban, lehet, hogy még a létszámot is tudjuk növelni, ugye múltkor 120 körüli kis lurkóval játszottunk, most lehet, hogy még ennél is többen lesznek, nyilvánvalóan ez nagyon-nagyon öröm számunkra. Várjuk tehát ezt is, és sok sikert kívánunk a csapatoknak, meg jó munkát a felkészüléshez. Az elmúlt hetekben szokás itt a mi kézilabda magazinunkban is, hogy kihasználva a szakértelmedet, a világbajnokságról, a világbajnoki szereplésről is beszélgetünk, és legutóbb, mikor itt ültünk a stúdióban, még nem tudhattuk, hogy vajon a magyar válogatottnak sikerül elérni a célkitűzését, azaz a legjobb 7, legjobb 8 közé bekerülni. Azóta már azt is tudjuk, hogy elég volt a legjobb 8 közé bekerülni,
kerülni, és sikerült is ezt kiharcolni, még ha az utolsó forduló, utolsó mérkőzéséig kellett is izgulnunk a csoport többi eredményével kapcsolatban is. Mit látsz most, milyen információk érkeznek a válogatott házatájáról, és hogyan értékeled azt a szereplését, hiszen legutóbb még egy eléggé hullámzó teljesítményt értékelhettünk, azóta látsz-e valami előrelépést ezen a téren egyáltalán a válogatottal kapcsolatban? Tehát a legfontosabb, hogy benn vagyunk a legjobb nyolcba, és mert hogy Franciaország az olimpia rendezője is benn van a legjobb nyolcba, így ugye az a 2-től 7-ig célkitűzés most már a 8. helyezésig is biztos, tehát az olimpiai kvalifikációról mehetnek a srácok 100% 2024 tavaszán. Azt jelenti, hogy addig a párizsi olimpia lehetőség nyitva áll a magyar férfikhez a válogatott előtt. A hullámzást az azt gondolom, hogy továbbra is megvan a csapatba, nem csak a mérkőzések között, amiről múltkor beszéltünk egy heten, a mérkőzéseken belül is. De ami a legfontosabb, hogy a Brazília együttest is és a zöldfajú közösségét is le tudtuk győzni a középdöntőbe, 4 pontot szerezve ezzel, megadtuk a lehetőséget annak, hogy a mérkőzések kedvez alakulásával meg tudjuk szerezni a középdöntő második helyét, és ezáltal pedig a legjobb nyolcat, és valóban így alakult, hiszen Brazília döntetlen szerezte a Portugáliával, és az utolsó forduló említette Svédország megverte Portugáliát. Én azt gondolom, hogy nyilván kell egy kis szerencse, de azért ez a csapat 4 győzelmet szerzett az csoportmeccsen és a középdöntőbe, ezt senki nem veti el tőlünk, és nyilván az az izland elleni csoda, amit csináltak a srácok, főleg az utolsó 18 percben, az a 2 pontot, itt látjuk, hogy milyen aranyat ért, hiszen az egymás elleni összevetésben így lettünk jobbak Izlandnál. Ha azt nézzük, hogy 9. lett ugye, mert az első 8 még fog játszani, utána vége a világbajnokság, 9. lett Horvátország, 10. Szlovénia, 11. Szerbia, 12. pedig Izland, és még Hollandia is utánunk végzett, akkor azt gondolom, hogy ezek az együttesek, akik utánunk vannak, ezek mind-mind nagyon-nagyon nagy tradicionális kézlabda, kulturális rendelkezések és nagyon jó csapatok. Nem lepődtem volna meg én sem, meg senki szakértő, ebből az 5 csapatot bármelyik, vagy akár mindezőt is az első 8-ba végezzen. Tehát azért ez nagyon nagy érték, hogy milyen válogatottakat tudtuk magunk mögé szorítani, és ez is jellemző a férfi kézlabdázásnak a magas szintjét, és hogy nagyon sok jó csapat van. Nagyon meg kell értékelnünk ezt a legjobb 8-ba kerülést, illetve hát még Dániával játszunk, ugye az aktuális világbajnokkal, ne menjünk el az mellett, hogy esetleg egy nagy csodával, határos módon őket is megöl, és akkor még szebb lehet ez a VB szereplés. Meglátjuk, hogy hogyan alakul, mire ez a beszélgetés adásba kerül, addigra a nézőink már tudni fogják, igen, hogy mi lett a vége a Dánia elleni mérkőzésnek, de talán abból a szempontból mindegy is, hogy itt már bármi történhet a legjobb 8 között. Lelkileg ez milyen állapot, hogy lekerült az a nyomás, ami a célkitűzést illeti, nem kell már izgulni a másik csapatok mérkőzéseinek eredményei miatt, ami azért egy VB mindig benne van, tehát hogy ez nem annyira szokatlan dolog. Ilyenkor mennyire szabadulnak fel ezek a játékosok az utolsó fordulókra? Mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy könnyebbség lesz, de én pontosan tudom, hogy a fiúk ott maguk között, egyénileg is, az edzőjük által is azért nem engedték még el, hogy itt a következő 3 mérkőzésen mérkőzéseket nyerjenek, és nyilván mekkora csoda lenne, hogy pont ez a dán meccs lenne. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy a szerdai meccsen a dánok ellen mi feltartott kézen megyünk, és akkor minket nem érdekel az a mérkőzés, dehogy nem, nagyon is érdekli a fiúkat. És nagyon bízom benne, hogy talán a dánok kicsit le is kezelnek minket, hiszen olyan a mi csapatunkat nem tartják annyira top csapatnak, illetve nekik van egy fantasztikus 25 meccses győzelmi szériájuk a világbajnokságokon, és talán ebbe is picit kapaszkodhatunk, és talán meglepetés okozható, de ha nem, és a dánok nyernek, az teljesen papírforma, akkor pedig utána még az a következő 2 mérkőzés, tehát minden helyén lesz majd mérkőzés, 5. helyén is, 7., 6., 7., 8. helyén is lesz majd mérkőzés, de hát bízunk a csodába is. Inkább nézzük azt, hogy játszhatunk-e majd elődöntőt. Igen, éppen az olimpiai selejtezőre való kvalifikáció miatt az összes mérkőzést, itt a 8 között minden helyezést el kell majd dönteni, úgyhogy vár még a fiúkra mérkőzés. Erre egyébként Székely Marci is panaszkodott, de hogy megjegyezte egy interjúban, hogy tényleg, mintha egy kicsit lekezelnék az ellenfelek őket, nem köszönnek nekik a szállodában, a folyosón, mit tudom én. Erről neked van-e akár személyes tapasztalatod, mi lehet ez, és a teljesítményre, a pályán mutatott teljesítményre mennyire nyomhatja rá a bélyegét?
Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen még motiváló is a fiúk számára, én is hallottam ezeket a híreket, hogy ezt a tiszteletet nem mindig adják meg a játékosainknak. Ugye nyilván ez egy érdekes dolog, mert a kint lévő játékosoknak a 80%-a nagyjából a Bundesligában játszik, tehát egy bajnokságban, hiába különböző nációkról beszélünk. És egyébként meg számomra meg értetetlen is, mert hogy már csak az emberi mi voltból is a tiszteletet megadom bárki másnak. Igen, ezt tapasztalták a fiúk, de azt gondolom, hogy mondom, hogy ez plusz erőt ad nekik, és a pályán meg még jobban bizonyítanak is. És azért ez a jó dolog, hogy például ugye itt az Izland csapatát emelték ki a fiúk, az Izland csapat mögöttünk végzett. Így van, a sors igazságot szolgáltat, ha mondhatjuk így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, várunk vissza egy hét múlva is. Köszönöm szépen én is. Önöket is várjuk majd vissza, a Kézilabda magazinunkkal jövő hét pénteken is jelentkezünk majd itt a Gyöngyösi Televízióban. Akkor szó lesz már a Budakalász elleni felkészülési mérkőzésünkről, ismét jövünk majd egy NB1-es játékos portréjával, és természetesen az utánpótlásról sem feledkezünk meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak, legyenek itt legközelebb is, minden jót, a viszontlátásra.